Üdvözlök mindenkit, ez itt a Futballkátszón, és játszunk egyet, hát kártya háború végül is, Így alkalmazás van. nincs hozzá, igazából gameboardunk sincsen hozzá, úgyhogy a füvön klasszikusan, de nézzük majd a kibontott kártyákat, hogy mégis melyik a legjobb az adott csomagból. Ronaldo lehet, Messi nem, de magyarok igen, nincs Dzsuzsák, Messi. Nincs Messi az Euróban. De Dzsuzsákot akár berakadsz, hogyha nagyon szeretnél. Kíváncsi vagyok, hogy mit állítunk össze. 11 bontatlan csomag van te nálam, válogattad ki, úgyhogy sok jóra nem számított. Cinkert pakkok ezek, de figyelj! Tessék. Nem, most már nekem ez kell. Nekem most már akármi van, nekem ez kell. Jó, nem veszem el, nem veszem el a csomagokat. Úgyhogy 11 csomag, egyetlen egy kártyát lehet belőle kiválasztani, és egy kezdő csapatot kell összerakni. Én kicsit félek a kapustól, mert ugye tele van mindenféle idióta lappal. Igen. Hát vannak kis csapatok is, ugye. Mint a maszkot, a labda, a... Ja, hogy úgy érted. Igen, a logót nem használhatunk, a maszkot, a labda... A legendeken nincsen pontszám, vannak olyanok, amiken nincsen pontszám, úgyhogy... Meg vannak ezek a... Szóval hárman vannak, meg ilyen város, vagy nem igen, tudom, puzzle kártyák is vannak. Az is bukóvári. Hogy én kicsit félek a kapusra. Igen, lehet, hogy egy pakkot kinyitsz, és csak három kártyát tudsz igen, belőle választani. Igen, az is trágya. Mert ugye ezek még hat pakkos kártyák voltak. Hat kártyás pakkok. Hat kártyás pakkok voltak, bocsánat. Igen, nagyon nagy retrót ébreszt bennem az első EB, amire hosszú idő után kijutott a magyar válogatott, úgyhogy... Elképesztő esélyekkel. Hat játékos most ott van mind a három. Egyik a Nagy Ádi. Gulácsi, Dibusz, Laci. A Kleinheiser nem bírja magát. Lang. Kiverekedni a csapatban nagyon komoly. Jó van. Na figyelj, kezdem a bontást. Te is bontogassál nyugodtan, mert ne nézd, hogy mit na, bontok. Nézzük. És aztán összerakjuk a csapatot, és utána játszunk egyet. Na, nézzük. Jó van. Próbálj kimutatni. Na jó, és aki mind a három pozícióra jó, az most ott bárhova rakhatod. Aha, bárhova rakhatod. Én hat játékos nyitottam, tehát már nem vagyok rossz. Figyelj. Nekem ez megvan, ez jó. Hátulján ugye látszódik, hogy azért az milyen posztra való. A piros gondolom ugyanúgy itt a ízét jelöli. Ott a posztok alján. Nem akarom nézni annyira a kártyaidat, de... Ja, csak... Van egy posztok. Nyíl, hogy merre támadunk. Aha. Fú, de trükkös, mert azóta még már másképp van a színsorrend. Igen, igen, kicsit azért. Ó, magyart nyitottam, fiolát nyitottam, de nem hiszem, hogy... De a fiola is olyan, hogy mindegyiken ott. Igen. Te ki vagy, te támadó vagy, nem akarok több támadót. Egy középpályást viszek oda. Na nézzük. Na nézd! Igen, ilyenekre nem tudom használni. Ilyenekre nagyon gondoltam. Szép lap, mert Ibra, meg Müller, meg Leva. De semmilyen szinten nem tudom használni. Hát, na, igen. Minusz kettes pont. Pont ez az, amiről beszéltünk. Igen, ezt nem kéne erőltetni. Aha. Júj, de gyenge. Nagyon-nagyon gyenge pakot nyitottam. És csatárt meg nem akarok betenni. Hát, védő. De igen, jó? Valami jó van? Hát most nagy sorozatban vagyok. Nálam nem. Ez gyenge volt. A Jiu-Jit szeretném. Messit nyitottam. Messit nyitottam. Az, óó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 . Megvan a kapusom. Azt a kutya mindenütt. Nagyon durva a legenda. Most már igen. Legenda. Kapust nyitottam. Casillas. Az. Dubravka. Na. Fú. Taulan Jacka. Inkább a Granit Jacka lett volna, hogy most... Nagyon nyomja neki. Hát... Nem. Nagyon tetszenek ezek a lapok. Nekem is, annyira nekem retro. Is. Csak most itt már megzavar, hogy miért piros. Ja, nem egyszerű, nem egyszerű, mert most már tényleg mások a színek. Kit választak ugyanolyan pontszám, egyik nagyobb, mint a másik. Nem lehet kinyitni. Na hát igen, na igen, ez a. Ó, az is szíves. Na, tessék. Labda. Szép. Logo. Alakul. Nagyot megy. Á, ez az. Fúj, de trágya. Na, semmi jó. Jézusom, de rossz. Uram, atyám. Fúj, de rossz. Nagyon sok lesz a csatárom. Nincs védő. Igen, nekem is ez a bajom. Most már muszáj. Megint jó csatárt. Ó, Istenem. Kösz. Viszem el. Ó. Aha. Tehát ez...
Nem, továbbra nem sincs védőm. Nekem sem. Muszáj valakit beraknom, ez katasztrófa. Katasztrófa jelenleg. Na, egy magyar logó. Na, ezt nyúlom is le. De szép. Hát megint. Hát ezt Robert Lewandowski, érted? És nem akarok már több csatát berakni. Ezt nem hiszem el. Muszáj beraknom egyszerűen. Majd a végén el fogunk csúszni, valószínűleg ugye támadóval kell védekezni, hogy középpázni, ez már most. Jó, itt van a három pak, de most már három védőt le kéne pakolnom lassan. Már most benne van. Neked meg sok a középpályásod, aha. Na végre egy defenzív rock. Úristen! Jó. Jó, lesz védőm. Ez mi? Középpást játszik? Jó, én nem tudom. Mindig nincs védőm. Én is bajba vagyok, ugye? Utolsó pakkom. Yes. Magyar. Oh, Passion Pride Magyarország. Olé. Olé. Nagyon jó. Hm? Jó. Itt van egy védő. Utolsó pak. Oké, egész jó. Poh! Jó, én végeztem. Próbálom tanulmányozni, hogy... De miért? Mit? Hogyan használjad? Jaj, nem. Na jó, hát igen, tehát erről beszéltem. Ó, ez egy nagyon szép kártya, csak nem tudod használni. Igen. Hm. Fúj. Nem? Menjek el egy védővel, ez olyan... Az gáz. Gáz. Ezt én is elengedtem. Jó, hát... Jesszusom. Na, hát igen, heted? Tehát... Igen, az, igen. Ismerős a helyzet. Na, remélem, nyerhetek. Valami sok válasz ki. Van. Jó, várjál, egy jó kőpapírolló kezdésnek? Lehet. Kőpapírolló. Tenyel, kerekezdesz, hát akkor? Nem tudom, melyik, milyen középpálya, én középpálya, csak nem tudom, melyik középpályázol. Jó, én is. Akkor még így az elején lehet. Azt mondja a kék pontszám, 85. A középpálya 85, összeérték 2 pontszám. Azaz. Összeérték 2 pontszám, öreg Brady Robi. Az szép. Ő is már ilyen ikon szintben van. Igen, kávé. Akkor megint te jössz. Támadok egyet. Támadsz, én akkor védekezek. Priskin kiflie, defenzív rock, 86. Jó, Priskin kiflie. Gondoltam, ellővöm a rossz. Ez jó. Tudtam, hogy gyenge. Ez jó, egy. Oké. Hozok egy támadót. Ez egy matlap. Igen, ez jó lesz. Cristiano Ronaldo. És te is ugyanazt a defenzív rokon nyitottad, mint én, de a Ronaldo 95-ösen a mat kártya. Baj van, gyereke. Jó, még nincs baj. Még nincs baj, de vezetek 2-1-re. Középpályázok ezt a triumvinátus színű. Akkor én is. Középpályát nyomom. 89. 81. De jó. David Silva. De jó. Még nem tudom, hogy miért lehetne használni védőben. Hát igen. De David Silva, nagy legenda. 2-2. Támadok. Támadsz, akkor én védekezek egyet. Ó, te is kinyitottad így a mat Ronaldót. Ott a Ronaldo. Azt a mindenit. 3-2. Az szép, ez a nagyon szép Ronaldo. Na jó, még egy középpálya. Jó, én is hozok egyet. Oj, de szép ez a spanyol. Ez az Iniesta? 98-as esélyem. Ez nem nagyon ritka kártya, hogy ez a top zsarnar. Igen. Igen. 3-2, 4-2-re vezetsz, most látom. Támadok még egyet. Jó. Nem, meg kell fordítani itt. Azt mondja, 94. 90. Oh. Hát, ez nagyon örültem. Oh. A jó Buffon. A matricákkal annyira szép. Milyen albumot rendeltünk neked IB-en? 2008-as olyat. De amúgy szerintem meg is van a matricája. Nagyon jó. Imádom, már várom, hogy azt a videódat is megcsináljuk, ha megjönne. Ne tedd bele. Nem teszem bele, hiszen 4-3-ra még mindig vezetsz. Támadok, egy ilyen speckó lappal. 88, 80 ellen. Egy alap teammate csata volt. 4-4 az állás. Izgi. Megint támadok, hiszen van védőd, egy kapusod. 93-as Ibra. Román kapus. Egy kapus nyitottam. Már megjönöm, a másik a Casillas volt pont számérkül. 5-4 gyerekek. Na most van a baj. Most vagyunk bajba. Megpróbálok középpályázni egy támadóval. Nézzük meg. Középpálya, ez a kék. Új, szép. Ja, 100 fölé is mentek régen a pontszámok. Jesszusom. De nem érek fel. Viszont semmi. Akkor én megpróbálok támadni. Jó. Egy középpályásra. 74. 83. Igen.
Itt rossz helyzetbe kerültél, pedig te nyerted az utcsót, de rossz helyzetbe ha kerültél. Ha köcsög lettem volna, akkor mentem volna a gyerek középpálya. Amúgy azt is lehetett volna. De nem akartam. Hát, jó döntetlen? Nem. Nem? Mi lett itt? Megnyertem. Megnyerted. Megnyerted. Hát, aj, jó fej voltam, megnyerted. Tényleg, amúgy, hát köszönöm szépen. Nagyon komoly, milyen szép lapokat nyitottunk. Nagyon ez tetszik. Ronaldo kétszer költ, ezt az Iniesztát akarom megnézni, mert ez... Ja, a Top Journal, aha. Nincs rajta? De, 9 pakkonként. Ja, akkor még volt annyira ritka, de cserébe szép. Hát köszönjük szépen, ennyi lett volna ez a kis KH videó, ilyen füvön, retro KH alkalmazás nélkül. Azért Paninőnek szólni kell, izzítsák már be egy napra nekünk a régi abban. Ja. Milyen jó lenne. Szerintem a meg sincs a fáj. Ja, lehet már törölték, mert sokat foglalt a 2016-os alkalmazás. Köszönjük szépen, nézzetek át Petihez is a videókért. Van egy rakat csatornája nekem is, ott vannak a linkek a leírásban, mint mindig. Sziasztok! Sziasztok.